És mehetünk? Milyen rutinos? Hát csak tudod, én újságíróként is dolgoztam elég sokat is. Tudom. És tudom, hogy ez micsoda munka, meg micsoda verkli. Már én heti lapos is voltam, meg napi lapos is. Úgyhogy azért van bennem komoly szolidaritás, meg nosztalgia is. Itt most ma olyan interjú készültek velem, ami nekem tök nosztalgikus. Fölkészült emberek, fölkészült helyzetben, azt gondolván, hogy a könyv, az írott szó fontos, elképesztő, tiszta, tiszta nosztalgia. Én is készültem. Köszönöm. Mielőtt idejöttem volna, kértem a fiamtól egy papírlapot, aztán adott egy alig használtat, azt írja rajta, hogy taxi meg fény, mert most tanul írni. Aztán én azt az első szót írtam rá, hogy tánc. Tudod miért? Mert azt mesélted nemrég egy interjúban, hogy tánccal kezded a napot. Táncolni szoktatok a lányoddal. Hát ezt hozta ez a kislány, a táncot? Azt is. A táncot, zenét, sírást, reggeleket. Most a reggelre asszociálok, hogy miket hozott. Hát nagyon sok önismeretet, nagyon sok átalakulást. Sok fura szembesülést, haragot, önharagot, haragot saját apámmal szemben. Szerint miért nem élte ezt meg? Tessék, itt lenne az unokád. Bár nem kapkodtam el, de hogy akkor is. Úgyhogy nagyon sokféle dolgot hozott, de az biztos, hogy ennek a csodája. És én ezt ilyen misztériumnak szoktam mondani, hogy a szülőség misztériuma nem elmesélhető. Mert egyszerűen az a helyzet, hogy amiket mesélni lehet róla, azok általában közhelyes történetek. És azok a közhelyes történetek, azok nem adják vissza azt a küzdelmet, meg azt az egyéni átalakulást, ami benned zajlik szerintem. És amikor az első napokban voltunk, akkor mindenki azt kérdezte tőlem, és itt eléggé meglepődtem, hogy alszatok-e. És akkor azon gondolkodtam, hogy tényleg, hogy milyen érdekes. A világ legnagyobb csodája történik velem éppen, és azt kérdezik, hogy alszom-e. De tudod, hogy ez egy séma, amit minden új szülőtől megkérdezik. Teljesen igaz. És semmi sértés nincs ebben, tök igazat van. Tehát ez semmi baj. Sőt, hát mégis mit kérdeztek volna? Hogy zajlik-e már benned az a metamorfózis, vagy nyílnak-e már a tárnák, vagy látod-e már apád mozdulatait, vagy hát ezeket nem lehet megkérdezni. Hát ezek nem azok a elbeszélhető helyzetek. És én először ezért írtam erről verseket. Mert ugye a vers ilyen értelemben azt a lelki történést, mint egy szentszöveg, azt a lelki történést tudja talán közelebb hozni, ha sikerül, aminek ilyen értelemben kevés története van. Csak aztán, ahogy a lányomnak lettek narrálható történetei is, meg lettek másfajta szembesülések, akkor már elkezdtem írni a történeteket is, de először ezt a fajta metamorfózist, ezt szinte csak versbe tudtam elmondani. Azt mondod, hogy az apaság egy tükörben tükröződő tükör. Ezer meg ezer apa vonásai olvadnak egymásra, de ha belenézel, csak magadat látod. Te vagy mindegyik arc helyén. Hát valahogy úgy kezdődik ez a Lányos Apa című történet is, hogy ott van a sok felsorolt apa a múltból. Azok a modellek, amiket láttunk, amiket hozunk, amivel nem tudunk mit. Tudunk mit kezdeni velük? Sokszor nem. Tehát teljesen igazad van. Sokszor nem. Sokszor terhes, hogy ott vannak. Sokszor sok olyan elvárásaik vannak ott, amelyeket legszívesebben elfelednénk. Vagy olyan kudarcaik, amik nagyon emlékeztetnek arra, ami majd velünk fog történni. Tehát nagyon, nagyon, nagyon vegyes ez a kép. De mivel akkor is ott van, ha nem akarunk vele törődni, ezért én azt láttam be, hogy nekem, nem tudok tanácsot adni, de nekem hasznosabb, ha nem teszek úgy, mintha nem lennének ott. Tehát hasznosabb, ha számot vetek velük, hasznosabb, ha kezdek arra figyelni, hogy bizonyos dolgokat nem saját motiváltságból csinálok, hanem az ő kedvükért. És ha már azért csinálom, és ha már nem tudok ezen változtatni,
akkor legalább legyek vele tisztába, mert már az is sokat jelent. És hogy milyen ilyen nagy transgenerációs kérdéseket görgetek tovább, és adok tovább a lányomnak, arról például nincsen tudomásom. Bármennyire is így. Tehát ugye utaltál erre, hogy a könyv így épül, tehát ugye ezzel a szemlélettel. Nekem ez ugye mániám, hogy egy problémát, egy mai piti helyzetet, hogy úgy közelíteni meg, hogy időben is kitolni a kontextusát, és akkor látni, hogy honnan, hova tart a helyzet, ami ezt a cukiságot, édes mondatot, kedvességet kimondatta a gyerekkel. És ez a mániám nekem már sokat segített megbocsátásban, sokat segített elfogadásban, sokat segített gyűlöletek elengedésében, és persze attól nem csodaszer, tehát hogy nem lettem tőle jobb ember, nem lettem tőle különlegesebb, semmilyen. Tehát hogy olyan ez, mintha azt várnád a pszichológustól, hogy csak azért, mert elmentél, és mondtál valamit magadról, vigye haza a problémáidat. Tehát, mintha azt remélnéd, hogy a vele való találkozás, az meg is old minden. Egyébként sokan ezt hiszik, hogy elmennek, és ezzel meg van oldva. Ez olyan, mint a személyjegyző, tudod, hogyha megfogadtam, akkor nem kell tornáznom, mert a személyjegyző van, majd ő lefogy helyettem. Na most ez nem... Tehát ilyen fajta a múlt nem... Tehát a múlt ismerete és a családi erők befogadása, meg ennek a szentségnek az értése, az nem fog életvezetési tanácsokat adni. Egyfajta személyes terápiát azért igen? Szerintem igen. Adhat. Megint csak az van, hogy akár mondjuk rosszkor is jöhetnek mondatok, vagy jókor, tehát ez sok minden történhet. Én sokféle ilyet kipróbáltam, a családállítástól kezdve, a nagyon sok mindenem voltam, néha csak kíváncsiságból, máskor valóban a végére akartam járni dolgoknak. Ez az egy tanulság jött minden onnan, hogy a munkát helyettem senki nem végezheti el. Azért azt úgy több ízben is leírod, vagy utalsz rá, hogy ez egyfajta, ez a gyermek elhozta a magadba fordulásnak, a magadba tekintésnek, illetve nem is annak, hanem annak a kimondásának a kezdetét. Azt, hogy nem csak szembesültél, de most már le is írod azt, hogy mi volt. Hogy mi a baj? Hogy mi a baj a te őseiddel? Hogy mi a jó bennük, persze, az is ott van. Magammal is kegyetlenebb lettem, magammal is kritikusabb, ezáltal kénytelen vagyok velük is, miközben az volt, hogy én hangsúlyoztam azt, hogy nem szabad az ősöket idealizálni, de azért ösztönösen elkezded, tehát én is elkezdtem. És most ebben rengeteget segít az, hogy beláttam, hogy nemhogy tökéletes szülőnek nem lehet lenni, de még a jó is vágyálom, és az elég jó az elérhető. És akkor ugye ebben az elég jóságban, amikor zajlanak a konfliktusok, hozom az örökölt és tanult mintáimat, és úgy oldok meg valamit, ahogy azt én nem szerettem, hogy velem megoldják, de én is úgy oldom meg, akkor ugye rájuk is gondolok, nem haraggal, magamat is próbálom utolérni, és akkor ezeket terápiásan végig gondolni, és azt mondani, hogy akkor tovább lépek, de ez mind abból adódik, hogy lett egy új nézőpont, ugye. Tehát, hogyha az egész sorozatot egy láncnak képzeljük el, akkor ugye ott vannak a karikák, és egész eddig én nagyon elhúztam, ugye sajnos, illetve hát a Jóisten így gondolta. Mi már nagyon régóta jelentkeztünk a feleségemmel, hogy itt vagyunk. Sokat jelentkeztünk neki, nem szólított fel minket, ha már ez az osztály metafora, nem, sajnos nem jött egy hamar az áldás. És amikor jött, akkor ugye ebben a helyzetben már idősebbként, jóval tudatosabban, nyilván így csapódtak le dolgok, tehát ezeket írom le. Azért próbálok veszettül őszinte lenni, mert szeretném elkerülni azt a pozíciót, azt a szuperszülő pozíciót, amit például közösségi oldalak sugallnak. Ugye, hogy azokban mindenki hiper-szuper, mindenkinek gyönyörű nyaralása van, mindenki a gyerekkel éppen mosolyog, nem borul rá a fagylalt, nem borul ki a limonádé, hanem ülnek, mint egy...
Na most... És hát nem ilyen a szülőség? Hát valahogy nem. Valahogy nem. Mintha nem ilyen lenne egészen. Úgyhogy ez, én pont most így most dackorszakról írtam a legutóbbi nőklapja lapszámban, és a most fog megjelenni, és hát én például azt bevallom, őszintén én azt írtam, mert még meg se jelent, hogy én nem látok módszert a dac. Tehát, hogy azt, hogy egyszerűen túl kell élni. És akkor nincs más, a túléléshez következő módokat tudom, a pedagógiai módszernek kevéssé mondható, zokogni a vécén, lihegni az óvoda előtt a térdeden így megtámaszkodva, bor, Xanax. Ezt az utóbbi kettőt nem szabad kombinálni, az előbbivel lehet őket valahogy. És ennyi. Nincs. Úgy old meg, hogy és akkor gondold végig azt, és utána válaszolj. Hát válaszolj egy dörzsölt, minden hájan megkent, elképesztő okos, akaratos kis szörnyetegnek, aki ott téged... Akit ráadásul imádsz. Akit imádsz, és közben azt sem vagy, amit akar, hogy, és mi éppen megeszik reggelire. Hát akkor, és közben te gondold végig, és válaszold azt, hogy hát jó. Egyébként vízen járni is meg lehetne próbálni. Szerintem egy kicsit könnyebb lehet, tehát hogy az ember megpróbálom azt is. Azért nagyon szerettem azt a gondolatodat, hogy a gyermek elhozza végre az otthont. Az igazi otthont. Azt, hogy az a hely, ahol laksz, az lesz, ahol jól vagy, ahol érzed, hogy megtelepedtél. Bizony, hát ez ugye addig egy lakás, akármennyire is belakod, akármennyire szereted a környéket, akármennyire ott vannak a barátaid, és abban a pillanatban, hogy az neki a gyerekkora szentere, ahol először történik vele adott dolog, ahol ő mindent ismer, ahol ő minden piókot kiforgat, ahol mindent tud, egyébként sokkal jobban, mint te, akkor abban a pillanatban az egy otthon. Tehát az már nem lecserélhető, vagy nem úgy cserélhető le, ahogyan, ahogyan korábban egy lakás. Szeretnék visszatérni egy picit a könyv első részére. Hát bevallom neked, hogy elkezdtem olvasni, és több ízben le kellett tennem. Meg kellett állnom egy picit. Mert olyan erőteljesen szembesítettél saját magammal. Amikor arról írsz, hogy nőnek lenni szomorúság, hogy nőnek lenni az mindig nehéz kell, hogy legyen. Hát hozzuk ezt a sémát. Hát ott van a génjeinkben, ezt láttuk. Egyfolytában mindenkitől ezt láttuk, de rosszul esett. Igen, hát ugye érdekes, hogy még tehát azoknak a szövegeknek, amelyek nem föltétlenül fejbe akarnak kólintani, ott is van egy olyan szerep, hogy tükröt tart eléd, ugye? És nem jó mindig belenézni. Ugye én ezt a anyukám és nagymamám történeteiből, ahogy öröklődtek a történetek, és megpróbálni kiugrani a sémákból, gondoltam végig, adott boldogtalanság helyzeteket, hogy ugye a házasság nem azért van, hogy boldogok legyünk, tehát hogy nagyon sok minden, amit így végig gondoltam. Hát ugye nekem az a meggyőződésem, hogy nem úgy van, mert azt szokták mondani, hogy az ember ugyanazokat választ, a pszichológia úgy közelít, hogy ugyanolyat választasz, és ugyanazt csinálod, és ugyanazt. Nekem a hitem azt mondatja, hogy a Jóisten addig adja neked azt a feladatot, amíg nem oldottad meg. És ha te a legnagyobb erővel ki akarod kerülni, és mindent megteszel, hogy ne abba a sémába kerülj, újra eléd teszi. Újra eléd teszi, amíg nem oldottad meg. Na most nagyjából egyébként valószínűleg azt mondaná erre egy pszichológus, hogy mi is ezt mondjuk, csak más a világszemléletünk, de szerintem azért nem egészen ugyanaz. Üldöz a karma. Én ezt azért mondtam a feladat szót. Tehát egy adott feladatot el akar veled végeztetni a Jóisten, és ezt akkor is úgy van, hogyha nagyon más akarsz, és nagyon más fajta helyeken keresed. De ezek már ilyen egyéni mániák, ehhez meg már valószínűleg csak így be vagyok kattanva egy kicsit. Mert csodás érzés, ha van egy pici saját holdad, ami tényleg a tiéd, ha van parányi fény, amit egy apró lány hozott, aki másra se vágyik, mint hogy mindenki ott legyen, egymásra figyeljen, meg persze őre, legyünk együtt mi a család.
Azt hiszem, hogy megfogalmaztad az eszenciáját annak, hogy milyen egy kisgyerek. Hogy valóban semmi másra nem vágynak általában, csak arra, hogy apa, anya ott legyen, velük legyen, együtt legyünk, tök mindegy, hogy mit csinálunk. Én is, ez abszolút így látom, és különösen nagyon szeretik a gyerekek, ha nagy család van, ha megadta jó Isten, hogy mondjuk még élnek a nagyszülők, és akkor ebben a helyzetben ők lubickolhatnak, ők szerepelhetnek. Nekem az tanulságos volt, hogy a lányom, aki imád vásárolni, abszolút, imádja a meglepetéseket, imádja az ajándékokat, vagyis a karácsony, neki tulajdonképpen a mennyország lehetne, azt a szép és gyönyörű folyamatot, hogy a fa alól ő adhatja át az ajándékot, azt szívesebben csinálta, mint azt, hogy kibontsa a sajátját. Nem azért, mert különleges, nem azért, mert ő olyan nagyon... Nem. Általában a gyerekekben ez van. Semmi. Egyszerűen szeretnek törődni, szeretnek szerepelni, szeretnek ebben a gyönyörű családszínházban főszereplők lenni, hogy megélhessék ezt a szeretetet, és ez fontos, nem igaz, hogy nem, általában a legtöbb gyereknél fontosabb, mint az adott tárgyi ajándék. Tehát mi ott, mikor ezt megéltük, láttam a teljes családon, hogy többeknek, hogy gombóc van a torkunkban, mert annyira megható volt általa megélni az ünnep szentségét, hogy ő ebben az örömben lubickol, és amikor a mit tudom én hanyadik ajándékot kapta, akkor úgy tette félre, hogy nekem már nem is kellett volna ilyen sok. És nem bontotta, mert továbbra is azt akarta átélni, hogy ő adhatja. És ugye ezeket nem szabadna, amit megint csak nem sikerül a fene egye meg, de hát ilyen az élet, hogy ezeket nem szabadna elrontani. Ugye ez, ami benne van eredendően, ezt nem elfecsérelni, de hát ilyen az élet. Hát ha megfejted, akkor... Ja. Figyelj, nem félsz, nem tartasz attól, hogy ez a gyermek majd egyszer azt fogja mondani, hogy apa, miért írtál rólam? Apa, de miért vagyok ott? Már most is vannak nehezebb helyzetek, amik egyértelműen azzal szembesítenek, hogy a nőklapi sorozatot lassan abba kell hagyni. Azon túl meg azt gondolom, hogy hál' Istennek a könyv az egy intimebb közeg. Ez olyan, mint olyan, tulajdonképpen a középső ciklus, ami maga a lányosapa, az úgy is olvasható, mint egy napló. Adott problémákat felvettek, igaz, azt is időbeli kontextusba teszem, nagyszülők, de azért alapvetően, meg konstruálom őket, a darabokat, de azért alapvetően így működhet. Tehát igazából az az intim közeg, ami ráadásul le van zárva, és egy lezárt könyv, másképp működik, mint amikor megy egy sorozata. Tehát ha azt abba hagyom, reményeim szerint felnőttként ezzel, egyfajta múzsaléttel talán könnyebb számot vetni, mint az, hogy egyébként apám engem hétről hétre kiplegykál egy heti labban. Végső soron az összes, nem az egy összes, de nagyon sok szülő kiplegykálja a gyermekét, hanem máshol a közösségi médián, csak te ezt sokkal szebben teszed. No. Vajon én mit vinnék magammal? Hát mit vinnél? Hát mit vinnél magaddal? Ha jönne az orosz bomba? Hát igen, ezt is milyen érdekes, hogy ezt is a lányommal éltük meg, és hogy ő láthatta, hogy befogadjuk ugye az ukrán menekülteket, és ugye nyilván őnek is át kellett élni ezeket a helyzeteket. Én ott valóban azt tapasztaltam meg, hogy a tárgyi kultúrát ilyen értelemben fölösleges. Tehát, hogy amit vihetsz magaddal, ha menekülni kell, vagy menni kell, az a tárgyi kultúrában viszed, az mind önmaga paródiájává válik egy idegen közegben. Tehát, hogy ugye a történet arról szól, hogy egy sakknagymestert fogadtunk be, és a sakknagymester mutatta nekem az érmeit, meg az eredményeit az ukrán bajnokságban. Ukrajna nagy ország, tehát ha is ott sakknagymester, és ott ilyen eredményeket, ez nagy dolog. Egy papír volt, meg egy
olyan érem, amit az unokahúgom is kapott a sportversenyen. Tehát így a tárgyak ilyen értelemben jelentésüket vesztik. Ugye a családi tárgyi kultúrában is addig van értelme őrizni valamit, amíg történet van hozzá. Amíg az valamilyen módon segít fölfejteni valamit. De amikor annak már nincsenek kontextusai, akkor a kontextus nélkül már fölösleges ügy. Ezért vagyok mániákus meséltető, minél több történetet hallgatni, mondani, mesélni, hogy ezeket ez ne legyek magányos ezekkel a tárgyakkal. Lesz folytatás? Felteszem azt a nagyszerű újságírói kérdést, de tényleg kíváncsi vagyok persze arra, hogy hogyan írod tovább a történeteteket, közös történeteteket? Hát a lányos apát még folytatom ugyan, de ha annak nem lesz így tere, mint ebben a kötetben, akkor azt nem fogom kötetbe beletenni. Csak akkor, ha valamilyen módon működőképes valahol. De egyébként dolgozom nagy erőkkel. Ma is sokat tudtam írni a MÁV-nak és a Román Vasútnak. Köszönhetően ugye itt 7,5 órán volt rá, hogy átgondoljam a dolgokat. Jól haladtam. Írom a regényt, ez is egy családregény lesz. Nem időrendi, apám a főhőse, de mivel neki is volt apja, meg annak is, meg hát ugye volt felesége, meg sok mindene, ezért hát adott szálakat gondolok végig folyamatosan, tehát hogy azok mennek tematikus, nem pedig időrendben. Ez az Apám üzent munka című, még nem tudhatom, hogy ez lesz a címe, helyzet, ami a maga módján szervesen kapcsolódik ehhez a könyvhöz. Nem mondhatnám a valami népit is, mert ahhoz is kapcsolódik. Tehát, hogy az utolsó két könyvemet szinte, ha ezeket ilyen bolygóknak képzeljük el, akkor egy következő bolygó, ami ott kering ezen a pályán, ebben a naprendszerben. De hát igazából én nekem ez a mániám, tehát én ezt tudom. Ha ez elfogy, akkor majd eljövök csaposnak.